Mindannyiunk életében vannak változások. Másik lakásba vagy albérletbe költözünk. Tájékoztató kisfilmet készített a kormányzat az úgynevezett e-bejelentő szolgáltatásról. Az új rendszer arra jó, hogy költözés esetén nem kell egyenként felkeresni a közműszolgáltatókat, hanem otthonról elektronikusan el lehet intézni az átiratást. Ez az egyik olyan fejlesztés, amelynek a bővítését fontosnak tartja Román István, de még kettőt kiemelt a megyei kormány megbízott. Másik ilyen fontos terület, ami forradalmi változásokat fog hozni, az az e-ingatlan nyilvántartás. Ez már jelenleg tesztüzemmódban van, a fejlesztése zajlik már hosszabb ideje, és gyakorlatilag ez azzal fog járni, hogy a földhivatalba nem kell bemenni majd, hanem elektronikusan lehet, sőt azok a jogi szolgáltatók, ügyvédek, akik ügyintézik a ingatlanadásvételek a kapcsolatos ügyeket, közvetlenül tudják ők is az elektronikus felület használatával ezeket kezdeményezni. Van esetleg már időpontra, hogy mikor lesz ez éles? Hát az elképzelések azt mondják, hogy ez jövő év elején megtörténik. A tesztüzemmód az egész jó visszaigazolásokat adott a rendszernek az állapotáról. Nyilván ez egy olyan volumenű rendszer, amit csak is akkor lehet élesre hozni, hogyha minden rendben van. Én azt gondolom, hogy ez meg fog, vagy közel vagyunk már ahhoz, hogy ez megtörténhessen. És a harmadik ilyen terület pedig az egy kisebb, de inkább azért mondanám, erre aktuális, ez pedig az egészségügyi ellátáshoz kötődő úti költségtérítéseknek az ügye. Ezen túl lehet online intézni, tehát gyakorlatilag lehet továbbra is személyesen, hogyha valaki az ügyfélkaputól óckodik, vagy nincsen ügyfélkapuja, de akinek van ügyfélkapuja, az ezen túl nem kell megjelennie, hanem online tudja intézni. A koronavírus járvány elleni védőoltási akció megszervezésében nagyon fontos feladata volt a kormányhivatalnak. Nekik kellett gondoskodniuk arról, hogy időben megérkezzen a megfelelő számú vakcina a házi orvosokhoz és a kórházakba. Ha újra visszatérne a járvány, a jövőben már nem kormány megbízottként, hanem főispánként kellene irányítani ezeket a feladatokat. A parlament a napokban tárgyalja azokat a javaslatokat, amelyek szerint a megyékből vármegyék, a megbízottakból főispánok lesznek. Az én névjegykártyámon úgy másfogás lesz esetleg az elnevezés, hogyha az országgyűlés úgy dönt, a feladatköröm ugyanaz lesz, én ugyanaz leszek és maradok. A célok, elképzelések, a hivatalnak a munkája, az remélem, hogy jobb lesz, és nem pedig ugyanez, bár ezek nem az elnevezésen múlnak. Az viszont látni kell, hogy Magyarországon a kommunizmus kezdetével egy sok évszázados hagyomány szakadt meg. Én azt gondolom, hogy egyébként rengeteg kiváló főispánt adott az elmúlt századokban Magyarországnak ez a megye, illetve a megyének voltak olyan vezetői, akik reméltán lehetünk büszkék és nézhetünk fel. Tehát az én szememben a főispán kifejezés nem egy negatív, mint aki ismerem, meg valamennyire igyekszem követni a múltnak a történéseit, meg érdekel. Tehát az én szememben ez nem egy negatív jelentést tartom. És én azt gondolom, hogy nyilván a következő éveknek, évtizedeknek a munkája fogja azt eldönteni, hogy ez még inkább pozitív jelentés tartalommal tudjon bírni. A magam részéről én azt tudom elmondani, hogy gyakorlatilag amit kormány megbízottként végeztem, és ahogy végeztem, ha megtörténik ez a változás, ugyanazt és remélhetőleg jobban, mert az ember azért törekszik, hogy jobban menjenek a dolgok, fogom végezni, úgyhogy ez a érdeklődésre követem ezeket a vitákat, ami ez ügyben zajlik. Én azt gondolom, hogy ezt is meg lehet majd szokni, ugyanúgy, mint hogy az emberek 850 év után, 900 év után megszokták, hogy már nem vármegye, hanem megye. Az is furcsa lehetett valamikor, de azért mégiscsak helyreáll az a rend, ami Szent István óta Magyarországon a közigazgatás szervezésében, elnevezésében, tehát elnevezéseiben helyreáll. Ez Európában egyébként nem egyedül. Február vége óta tart az orosz-ukrán háború, ami elől több mint 800 ezer ember menekült Magyarországra a megye határátkelőin keresztül. A bajba jutottak támogatása a továbbiakban is feladata lesz a megyei kormányhivatalnak.